Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Rendhagyó módon a mai felszólalásomat hazugságok sorozatával kell kezdenem. Na nem a saját hazugságaimról beszélek természetesen, hanem azokról, amelyeket önök, Orbán Viktor, illetve Gulyás Gergely vagy Merkeli Béla mondtak el a járvánnyal, az oltással, illetve a járvány kezeléssel kapcsolatban. Orbán Viktor idén áprilisban azt mondta, hogy nem lesz kötelező az oltás, nem diktatúrában élünk, ez egy szabad ország, de azt is mondta a miniszterelnök, hogy az oltás egy golyóálló mellény, lepattan róla a vírus, és nem lesz már kit megtámadnia a vírusnak, ha mindannyian beoltjuk magunkat. Nem lesz szükség harmadik oltásra, mondta az egyik kormányinfón 2021 áprilisában Gulyás Gergely, de Merkeli Béla odáig is elment, hogy ilyen átoltottság mellett nem lesz negyedik hullám, mindezt 2021 júniusában mondta a kormányzati plakátokon is megjelent rektor. 2022-ben egyenesen nem is lesz Covid Magyarországon, szintén egy idézet önöktől, sőt az, hogy élethosszig véd a vakcina, 2020 decemberében még ez a nyilatkozat is elhangzott. Ahogyan az is, hogy legfeljebb egy-két napig tartó mellékhatásokat észlelhetnek az oltások után, és napestig sorolhatnám azokat a félrevezetőket, vezető kormányzati tájékoztatásokat, mondatokat, amelyekről utólag bizony kiderült, hogy nem voltak igazak. Arra is fel kell hívnom a figyelmet, hogy éppen majdhogy nem egy éve, tavaly november 10-én, akkor napi nagyjából 4100 új fertőzöttnél jelentette be a kormány, hogy gyakorlatilag mindent lezárnak Magyarországon. Most pedig, mikor 8300 új fertőzött van, közben beoltottak egyébként 6 millió embert, most semmilyen lezárást nem eszközölnek. Félreértés ne essék, egyáltalán nem szeretném a lezárásokat ösztönözni, egyúttal egy beismerő vallomásként kell tekintenünk a kormány részéről erre, hogy ezeknek sem volt értelme, hiszen ha önök szerint 8300 új fertőzöttnél nem szükséges semmilyen lezárás, akkor vajon mi értelme volt 4100 fertőzöttnél ugyanezt megtenni? Ugye Orbán Viktor golyóálló mellényét, Müller Ceciliájét cáfolták meg a leghitelesebben, akik végre hosszas újságírói kérdéseket követően kiadták azt, hogy az augusztus 1-e és október vége között, tehát 3 hónap alatt megfertőződöttek közül hányan vannak oltottak és hányan vannak oltatlanok, és ez egy rendkívül beszédes statisztika, ugyanis az ő tájékoztatásuk szerint 48%-a az újonnan fertőzötteknek oltott, és 52%-a az oltatlan. De Gulyás Gergely is beszélt arról egy kórház adataira hivatkozva a kormányinfón, hogy az abban az adott kórházban ápoltak 45%-a van beoltva. Az, hogy félrevezették az embereket, az, hogy hazudoztak össze-vissza, és megbélyegezték folyamatosan az oltatlanokat, az egy dolog, de most módszert váltottak, módszerváltás történt Magyarországon ismételten, hiszen most már azt mondják, hogy aki nem oltakozik, az ne is egyék. Kirúgják a munkahelyéről azokat a pedagógusokat, honvédeket, tűzoltókat, rendőröket, akik nem hajlandók bármilyen személyes megfontolásból felvenni az oltást. A munkáltatóra tolják gyáván ezt a felelősséget, de van olyan politikus Magyarországon, aki még ezt sem tenné meg, Márki-Zay Péter, a baloldal miniszterelnök jelöltje, egyenesen azt mondta, hogy ő azt is el tudná fogadni, ha nem is a munkáltatók tennék kötelezővé az oltást, hanem úgy alapból mindenkinek kötelező lenne a vakcinázás. A Mi Hazánk Mozgalom az egyetlen párt, amely szembe megy ezzel a kötelezéssel. Mi azt mondjuk, hogy senkinek ne legyen kötelező Magyarországon az oltás, semmilyen megkülönböztetést nem tudunk elfogadni oltott és oltatlan honfitársaink között. Ellenezzük a gyerekek oltását, és semmilyen lezárást nem tudunk támogatni. Ezekért a célokért is tüntetünk szombaton 15 órakor az Alkotmánybíróság előtt, és valljuk, hogy az oltatlanok se legyenek másodrendű állampolgárok. Köszönöm a figyelmet!